égjen benned a tűz. Égj úgy, olyat csinálj, amitől igazán ég benned a tűz, amitől igazán ragyogni fogsz. Ha beírod a nevem az internetre, akkor biztos vagyok benned, hogy találsz rólam pár gyújtogatós képet. Ennek az az oka, hogy ez az az üzenet, amit az elmúlt évek során igazán képviselni, közvetíteni szeretnék, így az elmúlt évek során tudatos tűzgyújtogató vált belőlem. Ahol csak lehet, akivel csak lehet, gyújtogatok, és közben hirdetem az igét. Természetesen másfajta képeket is találhatsz rólam, ne ijedj meg. Találhatsz információkat például arról, hogy van egy kicsit több mint 100 000 követős tudománykommunikációs TikTok csatornám, vagy éppen arról, hogy alapvetően egyébként fizikusként végeztem, sőt, egy nagy streaming szolgáltatónak a nagy sikerű magyar reality-ének az egyik szereplője lehettem. Ha icipicit még mindig lelkes vagy, és tovább kutakodsz, akkor lehet, hogy rájössz, hogy a fizikus tudománykommunikátor éden mellett létezik egy TikTok stratégiai tanácsadó Janka is, aki nagyszerű cégekhez mehet előadásokat, tréningeket tartani, csodálatos konferenciákon tarthat előadásokat, vagy éppen nagyszerű lehetőségeknek lehet az arca. Ma nem ezekről a képekről szeretnék neked mesélni. Ma nem azt a felszínt szeretném bemutatni neked, amit alapból is láthatsz. Ma a képek mögötti valóságot szeretném egy kicsit megmutatni neked. Nagyon szeretem a kávét is, de ez is a valóság, de ma nem erről fogunk beszélni. Szóval, képzeljétek azt, hogy egy hónappal ezelőtt október van, és én hullok, kimerülten fekszek az ágyon, miközben arról gondolkodok, hogy vajon bő egy hónap múlva, ezen a csodálatos napon miről fogok itt ma nektek mesélni? Október, ősz, konferencia szezon, minden hétre jut egy-két előadás, tréning, és közben egy nagyon kedves barátommal szervezzük életem egyik legnagyobb szerelemprojektjét, az első tudományos asztrofotós családi fesztiválunkat. Fogalmam sincsen őszintén, hogy mikor aludtam utoljára 3-5 óránál többet, és néha azt érzem, hogy még ez is luxus, de hál' Istennek mindig van az az alapozó mennyiség, ami mindent is ápol, eltakar, így ezt nagyon jól tudom leplezni, mások előtt, előttetek, és hát sokszor sajnos magam előtt is. Szóval október van, és én ott hullak kimerültem, fekszek az ágyon, és eszembe jut, hogy amúgy egy évvel ezelőtt is ilyen szuper lelkes voltam, rengeteg projektem volt, és meg voltam róla győződve, hogy nekem nincsenek határaim, nincsenek korlátaim, 24 óra mindenre is elég. És aztán annyira lelkes voltam, és annyira bizonyítottam, hogy nekem nincsenek korlátaim, hogy a testem azt mondta, hogy amúgy, hopszi, itt vagyok, vannak, és kikötöttem a sürgősségin. Ott aztán mondta a doktornő, hogy kedves Janka, nagyon értékeljük a lelkesedését, de ha nem változtat drasztikusan az életmódját, akkor még nagyon sokszor fogunk találkozni. Drasztikusan, ha nem is változtattam, annyira azért igen, hogy elhatároztam, hogy na jó, idén ezt a kört mindenképp megúszom, idén nem látogatom meg a doktornőt, csak azért sem lesz igaza. Szóval, október van. Fekszek az ágyon, és azon gondolkodok, hogy miről meséljek ma nektek, és nyilvánvalóan jön magától értetődően az ötlet, hogy hát nyilván arról, amiről az elmúlt évek során mindenhol olyan nagyon lelkesen tudok mesélni, hogy találjátok meg azt, amitől igazán ég bennetek a tűz, és ragyogjatok, és csináljátok azt. Egyre csak, miközben fekszek az ágyon, ismételgetem magam, hogy égjen benned a tűz, égjen bennetek a tűz, égjen benned a tűz, és azon kapom magam, hogy nem megőrültem, hanem hogy éppen magamat is erről próbálom meggyőzni, és lehet, hogy az a hatalmas tűz, amiről mindig, mindenkor mindenkinek mesélek, az abban a szent pillanatban bennem sem még igazán. Lehet, hogy éppen abban a pillanatban csak pislákol mélyen valami. Ne értsetek félre, én nagyon jól ismerem magamat, és tudom, hogy képes lennék feljönni a színpadra, mosolyogva felvenni egy állarcot, elővenni pár, jó pár szerelemprojektet, és akkor lelkesíteni titeket, hogy mindig égjen bennetek a tűz, de nem akarok álszent lenni, nem akarok bullshitelni, és leginkább nem akarok hazudni sem nektek, hát magamnak meg még inkább nem. Szóval elhatároztam, hogy eddigi projektjeim, tapasztalataim, kis életem során megszerzett tudásom alapján elmesélem nektek, a bennünk égő tűz lehetséges életútjait. Először minden úgy szokott kezdődni, hogy csak mélyen belül
meggyulladt bennünk egy kicsike kis tűz. Ez a kicsike tűz, ez éppen csak annyira világít, hogy tényleg kicsike fény, iránymutat, látjuk a következő lépéseket, beragyogja előttünk az utat. Ezzel a bennünk égő kicsike kis tűzzel két út biztosan történhet. Egyrészt lehet, ha nem vagytok kellően gyakorlott és rutinos ötletmesélők, akkor elkezditek az álmotokat, a projektet, az ötleteket megvalósítani, elkezditek ezt elmesélni a környezetetekben lépő szuper demotiváló és negatív embereknek, és ezek a szuper demotiváló és negatív emberek elkezdik mondani, hogy miért teljes őrültség, amit kitaláltatok, miért hülyeség, miért nem lehet megcsinálni, és miért jobb, ha ez a kicsike kis tűz inkább nem világít, hanem fogja magát és kialszik. És ha nincs kellő önbizalmatok, önbecsülésetek, akkor sajnos szegény kicsike kis tűz tényleg kialszik. Aztán, ha már egy fokkal rutinosabb ötletmesélők vagytok, akkor nem kezditek el ilyen szuper demotiváló embereknek mesélni az ötleteteket, hanem olyan embereknek meséltek, akik szeretnek titeket, támogatnak titeket, barátok, család, szeretteitek, és elkezdik mondani, hogy ez az, tök jót kitaláltál, csináld, nagyszerű vagy, aztán elkezdtek dolgozni, dolgoztok ezerrel, nagyon-nagyon pörögtök, mert 0-24 dolgoztok, és bár időnként szívás, meg nehéz, de azért a munkátoknak mégiscsak eredménye van. És ennek eredményeként a sok pozitív visszajelzés, meg az, hogy bár időnként nehéz, de azért csak van eredménye, folyamatosan táplálja bennetek ezt a kicsike kis tüzet. És ha nem vigyáztok, akkor azon kaphatjátok magatokat, hogy eltelnek napok, hetek, hónapok, vagy akár egy-két év, és lehet, hogy ez a kicsike kis tűz már nem egy fényt és iránymutató kicsike kis tűz lesz, nem világít bennetek, hanem hatalmas tűzé növi ki magát, ami már nem iránymutat, hanem szétéget. Na ez az, amikor hullakimerülten fekszetek az ágyon, vagy a sürgősségén, és közben azon gondolkodtok, hogy hogyan lehet, hogy a kezdeti szerelem projektből egy frusztráló, stresszes gondolat lett, hogyan lehet, hogy már nem azért nem alszotok, mert annyira szuper lelkesek vagytok, hanem mert egyfolytában a soha véget nem érés tudólistán gondolkodtok. Természetesen nem kell, hogy a bennünk égő tűz ennyire szélsőséges irányokat képviseljen. Nem kell, hogy az legyen, hogy vagy szerencsétlen kialszik és eloltják, vagy szétéget minket. Az elmúlt egy évben nagyon-nagyon próbáltam sokat tanulni arról, hogy hogyan lehet a bennünk égő tüzet tudatosan táplálni. Hogyan lehet fenntartható módon táplálni a bennünk égő tüzet. Szeretném nektek elmondani, hogy szerintem már nem csinálom ezt annyira rosszul, mert ahogy mondtam, még látjátok, még idén nem kerültem be a sürgősségire, és adja Isten, hogy ezt a jó szokásomat meg is tartsam, nagyon ezen vagyok. Szóval, most szeretnék nektek csak pusztán három gondolatot elmondani, megosztani veletek, amire próbálom folyamatosan emlékeztetni magamat, és ami hozzásegít ahhoz, hogy a bennünk égő tűz az fenntartható módon világítson. Elképesztően fontos volt megértenem, megtanulnom, hogy minden egyes kimondott igenem az egy azonnali nemet is jelent valamire. Minden egyes kimondott igenem egy új projektre, ötletre, konferenciára, eseményre, az lehet, hogy láthatatlanul, de nemet jelenthet a családomra, a szeretteimre, a barátaimra, azokra az emberekre, akiket a világon amúgy a legjobban szeretek, nagy Isten az egészségemre, az edzésemre. És bármilyen szomorú is, projekt, lehetőség, esemény, konferencia mindig volt, van és lesz. Családom, szeretteim, egészségem, hát igazából a holnap sem garantált. Szóval ahhoz, hogy fenntartható módon tápláljuk magunkban a tüzet, elképesztően fontos megtanulni bölcsen igeneket, és talán még bölcsebben nemeket mondani. Hihetetlenül fontos volt azt is megértenem, hogy ha nem foglalkozok folyamatosan az önismerettel, saját határaim meghúzásával, és nem turbózom fel legalább annyira az önszeretetemet és önbecsülésemet, hogy a baromi nagy megfelelési kényszerem érvényesüljön folyamatosan, akkor mindig ez lesz a vége, mindig szét fogom égetni magam. Ha fenntartható módon szeretnénk a bennünk égő tüzet táplálni, akkor elképesztően fontos, hogy folyamatosan foglalkozzunk a saját határaink meghúzásával is.
És végül, de nem utolsó sorban, szeretném nektek elmondani, hogy mennyire szuper jó élmény volt azt megélni, mikor rádöbbentem arra, hogy amúgy, akik igazán szeretnek, akiknek igazán fontos vagyok, akik igazán számítanak, ők nem az átalvatlan éjszakák alapján ítélnek meg, sőt nem is az alapján, hogy na, egy hónap alatt most megint rekordot döntöttél új projektek számában, vagy sem. Ezekkel az emberekkel nyugodtan lehetek őszinte, nem muszáj mindig azt képviselnem, hogy 300%-on ég bennem a tűz, és néha még azt is elmondhatom, hogy amúgy éppen elfáradtam, kifáradtam, és hullafáradtam, fekszek az ágyom. Az őszinteség saját magunkhoz elsősorban, és egy kicsike kis szeretett buborékhoz, ahol van pár kedves ember számunkra, elképesztően fontos szintén, hogyha szeretnénk hosszú távon táplálni a bennünk égő tüzet. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy még nagyon-nagyon hosszan lehetne folytatni a listát és a sort, hogy hogyan lehet fenntarthatóan tüzet táplálni. Ha most a kávészünetben, amit majdnem megelőlegeztem, szóval a kávészünetben összegyűjnénk és elkezdenénk ötleteket gyűjteni, biztos vagyok benne, hogy egy iszonyatosan hosszú, fenntartható tűztáplálás tutoriált tudnánk közösen összerakni. Most csak annyit szeretnék kérni tőled, hogy kicsit nézz magadba, gondolkodj el azon, hogy te hogy vagy, a benned égő tűz hogy van, te hol tartasz a fenntartható tűztáplálás útján. Lehet, hogy éppen csak elkezdett világítani benned egy kis parányi kis tüzecske, ami fény mutat, és szeretnélek bátorítani és biztatni, hogy vigyázz rá nagyon. Lehet, hogy éppen kioltották belőled a tüzet, és nagyon bánatos vagy, és úgy érzed, hogy nem tudsz ragyogni. És szeretnélek bátorítani arra, hogy sose hagyd, hogy random emberek, munkahely, csoportok, körülmények, család, vagy bárki elvegye a ragyogásodat. Nyugodtan légy határozott, szedd össze az önbecsülésedet, a magabiztosságodat, és ne hagyd soha, hogy a saját életedben ne tudjál te ragyogni. Az is lehet, hogy éppen szétégetni kívánod magad, próbálod magad akár akaratlanul, vagy éppen túl vagy a szétégetésen, akkor csak szeretnélek megnyugtatni, hogy ez teljesen normális, hogy nem biztos, hogy normális, de megesik, és ha kellően bölcsek vagyunk, és folyamatosan próbálunk saját magunkból, meg a hibáinkból, meg a kiégetéseinkből tanulni, akkor ezt lehet újra és újra csinálni, mert nem a kiégetést, hanem az, hogy újra tűz legyen bennünk, és aztán utána már fenntarthatóbb módon tápláljuk azt. És az is lehet amúgy, hogy most csak ott így úgy ülsz itt, hogy nem érzed semmit, és nem érzed azt, hogy benned lenne bármiféle tűz. Fizikusként szeretném elmesélni neked, hogy nekem se sikerül mindig mindent elsőre meggyújtani. Teljesen normális az, hogyha időnként nem találjuk a tűzünket és a hozzávezető utat, akkor csak szeretnélek bátorítani arra, hogy ne add fel, próbálkozz, kísérletezz bátran, mert igazán megéri megtalálni azt, hogy mi az, amitől aztán tud benned égni a tűz. Ha emlékeztek, pár perce azzal kezdtem az előadásomat, hogy égjen bennetek a tűz, és találjátok meg azt, hogy mi az, amitől igazán ragyogni tudtok. Most azt kívánom nektek, hogy valóban égjen bennetek a tűz, de tanuljátok meg ezt fenntartható módon táplálni, hogy fény lehessen, utat mutasson, és beragyoghassa ne csak a ti, de mások életét.